Feltartóztatott autó, elfogott díler, a táskából a kábítószer is előkerül ezen a rendőrségi videón. Nagy fogásról számoltak be a baranyai rendőrök kedden. Az ügy előzménye egy augusztus végi rajtaütés, amikor a rendőrök egy droggal kereskedő házaspárt fogtak el. A főkapitányság nyomozói tovább göngyölítették a szálakat, amelyek elvezettek a páros beszerzési forrásához. A nyomozás eredményeként bővült az elkövetői kör, a gyanúsítottak száma 2-ről 8-ra nőtt. Szeptember 29-én az M6-os autópálya Sombereki lehajtójánál vontunk intézkedés alá egy gépjárművet és benne 3 személyt. A gépkocsiban 2634 g kábítószer gyanús kristályos anyagot találtunk, és foglaltunk le. Ezt az anyagot, ezt adataink szerint egy főváros környéki településről hozták, annak érdekében, hogy a Baranya vármegye területén ezt értékesítsék. A gépkocsiban tartózkodott egy 47 éves komlói férfi és egy 35 éves, valamint egy 29 éves mohácsi férfi. Őket eleváltottuk a rendőrfőkapitányságra. A bűncselekménnyel összefüggésben egy 41 éves pécsi férfit azzal gyanúsítanak, hogy a komlói férfi által beszerzett drogot a munkahelyén rejtegette, és közreműködött az anyag további értékesítésében. A férfi munkahelyén bruttó 1378 g kábítószer gyanúját keltő anyagot foglalt le a hatóság. Október 2-án egy 38 éves és egy 27 éves komlói férfit vontunk intézkedés alá. Náluk is kábítószergyanús anyagokat, valamint kábítószer fogyasztásához kapcsolódó kábítószerrel szennyezett eszközöket foglaltunk le. Ezeket szintén őrzetbe vettük és kezdeményeztük a letartóztatásokat, erről vélhetően a holnapi nap folyamán dönt a bíróság. Az ügyben eddig 21 személyt vontunk intézkedés alá, közülük az említett 6 gyanúsított van letartóztatva, illetőleg 2 van jelenleg még őrizetben. A nyomozás kiderítette azt is, hogy kimozgatta a hálózat szálait. Amit eddig a nyomozásból tudunk, hogy ez a 47 éves komlói férfi volt az értékesítés, tehát a kábítószerkereskedelem központjában. A fővárosból és a főváros környéki településekről szerezte be a szereket, majd a többi személynek, az őrizetbe vett, illetőleg letartozott személyeknek nagyobb mennyiségben értékesítette, akik ezeket tovább értékesítették a fogyasztói körüknek. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a sikeres felderítésnek köszönhetően több mint 5 kg drog piacra kerülését akadályozták meg, amelynek fekete piaci értéke meghaladja az 50 millió forintot is.